És most az olimpiai bajnokoktól elköszönünk, és egy másik helyszínre látogatunk. Augusztusban került megrendezésre a Magyar Borokútja Rally. 18-szor vettünk részt a versenyen, most mint versenyzők. Erről láthatnak egy összeállítást. Van nekünk egy bal oldalunk, egy jobb oldal, rajtszám, egy bal oldal, jobb oldal, egy-egy. Hoppá! Jó reggelt! Na milyen indulatokkal indultok neki a mai versenynek? Hát nagyjal egyszer már átmentünk a rajtkapun visszafelé, az volt a cél. Ez jó. Most majd előre is átmegyünk. Hát de úgy gondoltam, hogy ha egyszer visszafelé átjöttünk, akkor már célba értünk. 3, 2, 1, rajt! Vettem már részt ilyen rallikon, ez nem száguldozásról szól, hanem kellemes időtöltésről, barátkozásról és az ország megismeréséről. Tavaly voltam először versenyzőként, nagyon jól éreztük magunkat. Akkor is azt mondtam, hogy nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos, most is így indulunk el. Én bízom benne, hogy dobogós helyet fogunk elérni, és be tudjuk bizonyítani, hogy ezen a ponton is szuperek vagyunk, nem csak a gyermekek gyógyításában, a kórházak segítésében és a családok támogatásában. Édes Lilusom, idén nyerni szeretnénk. Dórikám, mit csináljunk, hogy nyerjünk? Tartsátok be az itinerben lévő utasításokat, ugye Ferjánc Attila rally bajnok állította össze ez alkalommal is az itinereteket. Teljesítsetek nagyon jól a feladatokon. Csak 74 autót kell megelőznötök. Én már most sajnálom őket. Önökön keresztül tudjuk bemutatni az országnak és a nagyvilágnak, hogy milyen értékek vannak itt Magyarországon, milyen értékek vannak, amelyek hát bizony arra érdemesek, hogy megmutassuk őket. Van-e valami tudomásod arról, hogy a zéró tolerancia bevezetése az mondjuk például a borfogyasztásra milyen hatással volt? Folyamatosan haladni kell a kulturált borfogyasztás irányába, és ha a baleseti adatok azt mutatják, hogy fölzárkoztunk Európához, vagyis az ittasság aránya lényegesen csökken a személyi sérülés és balesetek között, akkor lehet arról beszélni, hogy itt is az zéró tolerancia kicsit szűnjön meg, engedjük meg az egy pohár bort vagy az egy pohár sört egy ebédhez vagy egy vacsorához. Még sajnos nem tartunk ott, de haladunk ebbe az irányba. Nagyon-nagyon-nagyon szépen kérek mindenkit a gyorshajtás elkerülésére, illetve mindenkit meg fogunk szondáztatni. Hajrá, Fradi! Csapat csak egy van! A Ferencváros! És még nem volt semmi. Mindenki negatív volt szerencsére, úgyhogy mindenki versenyezhet. Na, és ti hogy készültök a versenyre? Hát, nagyon egyedül. Párom nem tudott eljönni. Gyere velünk! Figyelj, tényleg jó csapatunk van, gyere velünk! Jössz velünk? De hogyha ezt meg lehet csinálni, meg. Nem egyszerűbb lenne, hogyha ebben mennénk? Akkor menjünk vissza! János, először vagy itt a rallin? Szabályokkal tisztában vagy? Állomáspontok, bélyegzőpontok, tesztlapkitöltés, játékok, itt kötelező tegeződés. Én örültem, hogyha egyedül össze tudtam rakni az autót. No, akkor itt az itiner. Ebben minden le van írva 100%-osan pontosan, hogy mit kell csinálni. És most akkor az első állomás az a Diving Camp lesz. Távolság 36,9 km és 50 perc alatt kell teljesíteni. És az átlag sebességnek, hogyha mindent betartunk, akkor 43 km per órának kell lenni. És akkor én most mondom, hogy mész még 200 métert, balra fordulunk, és ott megyünk el Zsámbék felé. Hello! Azt a mindenit, mekkorát fordult az az autó. Ez teljesen normális? Így igaz.
Itt hogy néz ki a pálya, mit kell teljesíteni a versenyzőknek? Ezen a pályán gyakorlatilag egy ügyességi pályát állítottunk föl. Ez azt jelenti, hogy a versenyzők elstartolnak, utána egy kikerülési gyakorlatot kell végrehajtaniuk, majd egy 180 fokos visszafordító kanyar, van egy szlalom feladat, a szlalom feladat után gyorsan oda kell érni a rántópadhoz. A rántópadon az autót mielőbb egyenesbe kell hozni, és a célnál pedig egy zászlóval leintik őket. Sziasztok, jó utat! Na jó, akkor túl vagyunk az első állomáson, a második pedig Etyek fele lesz a Katra pincészet. Etyeken még nem is jártunk soha. Nem, semmit nem tudunk mi sem róla. János, te esetleg? Hát szerintem, hogyha pincébe megyünk, akkor az nem Etyek, hanem Ittyok. Megyünk tovább Etyeken, kert és családi pincéset, gyorsan nézd meg, hogy milyen játék, vagy milyen feladat lesz ott. Keresem. Jó? Édességkóstolás. Négy kóstoló mintát fogunk adni, négy édességet, és azt kell ennek kitalálni, hogy ez a négy desszert különlegesség, mivel van megtöltve, milyen ízre gondol az ember, amikor megkóstolja. Milyenek? Ez chili. Meg kell találni, hogy chili alatt mi van. Nagyon nehéz. Ez a jó ebben az aljutam, hogy annyi szép helyre jutunk el, ahova egyébként nem mennénk magunktól. És ráadásul idén rengeteg új pince van. Hogy tetszene? Hát tetszene, hogyha nem én vezetnék. A harmadik pince után aztán menjél jobbra. Gábor, jobbra megyünk, vagy amerre mutatod? Mondom, hogy és halálfapopával ránéz, és a következő a válasz. Az, amit mondok, azzal sose törődjél, csak amit mutatok. Menjél jobbra! Jobbra! Most mindjárt fordulunk 20 méter balra, fölmegyünk Újhegyre, Sonkamester. Na, ez érdekes lehet. Sonka pincészetek között? Igen, mert én most már tudom, hogy egy kis pincét alakították át, sonkászatták. És ilyen még nem volt a ralik történetében. Úr, és a sonka hogy függ össze itt ezen a környéken? Hát sehogy nem függ össze, csak én kezdtem el vele foglalkozni 12 éve, és azóta van. És akkor a borozni vágyók ide jönnek sonkázni? Nagyon sokan. Ugye minden borászra jó vagyok, ők küldik hozzám a vendégeket, én hozzájuk az enyémet, vagy pedig mindenki ide jön. A borász is hozzám, és eszünk iszunk. Megyünk egy másik borvidékre, Szárfele kell menni, Palkó, nézd az itinert. Itt nem inni fogunk, hanem szagolgatni, ha minden igaz. Négy különböző pálinka fajtát kell felismerni, igen, illatról, nem ízről. Na, vágjunk bele. Feladat az, hogy kizárólag illat alapján kell pálinkákat felismerni. Nem is kóstolhatunk? Nem, azért büntetőpont jár. Próbáltunk olyan pálinkákat kiválogatni, ami viszonylag könnyen felismerhető, és elkülöníthető a négy pálinka egymástól. Szerintem ez vagy a Málna, vagy a Kajszuba. Mind a ketten eltalálták. Ha! Mindet. Uraim! Úgyhogy uraim! Legközelebb is elhozom magunkat. Rádpusztára megyünk, ott a játék mindig talicskázás, és ott szoktunk ebédelni. Mennyi időnk van? Itt 50 percetek van, itt lesz egy lövész, akire felvédelni lehet. Figyelj, volt egy itt egy ilyen. Az jó, a bírák érte. És a többi hát itt van. Következő állomásunk az Kishegy Pócpincészet, nagyon komoly az itiner, úgyhogy nagyon figyelj. Közel is vagyunk, nem sokára balra megyünk, és szembeforgalom lesz majd, ott valószínűleg forgalomi irányítás. Figyelj ide, ezt tuti elveszünk, ez a batonage, azaz batonás gondolom. Igen, így van.
Esetleg valamiben segíthetek neked? Hány literes egy klasszikus barik hordó? Szerintem 225-ös. Abszolút jó válasz. Igen? Abszolút. Na jó. Válasz, úgyhogy ez egy X. Igen, azt mondja, alábbia közül melyik úttesten a leghosszabb a gumiabroncsok tapadása eszősőzés alatt? Kockakő? Igen. Ha! Tudtam! Azért érdekes volt itt a teszt, mert a borról is szólt, meg a kresszről is szólt. A kresszen megbuktunk szerintem. Tombál. Igen, de nem megbuktunk, csak egy ponttal kaptunk kedvesebbet. De tanultunk belőle valamit. Oké, okay, azt mondja, fordulunk, hogy... Fordulunk, jobbra megyünk mindjárt 50 méter. Jó. Zanárdi. És Szent Kristóf pincéte. Hello! Új versenyző. Akkor most neki magyarázz el, mert mindent tudunk. Rendben. Én úgy vagyok vele, hogy a kedvenc pincészetem az, ahol most vagyunk, és nem csak azért, mert íjjal ki lehet lőni a versenytársakat, hanem azért, mert lőni a tulajdonost is. Abszolút, igen, hello. Szóval, milyen volt az évetek? Nagyon sok új ötletünk volt, amit meg is valósítottunk, és egyre több új vendéget tudtunk ide csalogatni. Tudomásom szerint a versenyben eddig előkelő helyen szereplünk, de az sem lenne meglepetés, ha a végén utolsó helyen versenyeznénk, hiszen itt nem a verseny, hanem a borok kóstolgatása és a magyar borok bemutatása a lényeg. Akkor maradunk Zanárdiba, itt alszunk meg éjszaka. A Bella Marina? Igen, a Bella Marina. És azt írják, hogy borkaszinó lesz este. Borkaszinó. Mi ez a borkaszinó? A borkaszinó neve, mint ahogy azt a névből is kihalljuk, a borokkal kezdődött. Egy letakart palacból kitöltjük a bort mindenkinek. Picit hasonlóan a rulett játékhoz, megpróbálunk minél több dolgot ebből az ismeretlen eredetű pohárborról megtippelni. A legegyszerűbb a színe, hogy most ez fehér vagy vörös. Az igazi macsó dolog, és ugye most ezt fogjuk csinálni, megtippelni azt, hogy milyen szőlőfajtából készült az a bor, ami a poharunkban van. És ha ez megvan, talán egy picit könnyebb megtippelni a borvidéket, ahonnan származik. Milyen autóval jöttél? Land Roverrel, Land Rover Discovery 4-es terepjáróval jöttél. Remélem elég lassú volt. Igen, hát szintidőben mindig elő voltunk, tehát a 2-es rajtszámmal könnyű volt előmenni. Az 1-es autót elhagytuk valahol már az elején, úgyhogy első befutóként odafutottunk, ahova kellett. De jövőre feltétlenül 429-esre szeretnék jönni, hogy legyen esélyem megnyerni a versenyt. Ha jó vagy repülő? Az a repülő, az vadászrepülő, úgyhogy jelenleg van éppen egy pár darab eladó, ha valakit érdekel. Ma is hosszú napnak nézünk elébe. Mi az első állomás? Ikonborászat, és utána konyári pincészet, mind a kettőnek egy tulajdonosa van. Ki tesz magáért konyári úr ebben az évben? Erre felé se jártál még? Erre se. El fog állni szemed szád. Meg fogsz döbbenni. Évek óta járunk ide. Ki dönti el és miért, hogy ez a borászatunk van, vagy a másik helyre megyünk, mit látogat meg a rali? Hát ezt a szervezők kérésére beneveztük mind a kettőt, mert azt mondták, hogy a résztvevők nagyon szeretnek járni ezekre a helyekre, szép a táj, meg szép a pince is, talán a borok is, megfelelő minőségűek is, azt mondták, hogy szívesen jönnek. Én most akkor mit tehet az ember? Semmit. Nehéz volt a teszt? Nem. Tehát aki azért a borral foglalkozik egy kicsit, és otthon van ezekben a kérdésekben, azért ezt ki kell tudni tölteni. Tehát azt áruljátok el, hogy hol tartotok a versenyben? Hát tizedikek vagyunk a tegnapi napon, összesítettben 10-est értük el. Hát reméljük, hogy az idén javítunk a tavalyhoz képest. Tavaly is tizedikek lettünk. Mi azt reméljük, hogy rontani kellett. Hol álltok a versenyben? 17-ek meg sikerült végeznünk a tegnapi napon. Erre gondoltam. Csak a kamera kedvéért van a kezembe. Én sose iszom egyébként. Meg a színet. Már szoktál kérdezni, hogy minek jövök ide, de sose iszok. Köszönöm szépen, igazán nem kellett. Kész, ezt is megoldják. Nagyon keskeny az útszakasz, úgyhogy óvatosan menjetek fölfelé. 30 percetek van itt, van egy kis dobálás, ügyesek legyetek. Jó. Jó. Köszönöm.
versenyben is ilyen jól álltok, igen, mint hogy most dobtál? Tökéletesen, tökéletesen, hál' Istennek. Az utolsó helyre hajtunk. Kinek köszönhető, neked vagy az asszonynak? A szerencsének. Na most menjünk az egyik legszebb helyre, ez az én kedvencem, Marcaliban. Csodaszép. És ez a Balaton-Boglári borvidék. Hogy ez a neve, hogy Axwine Emotion, és állítólag ez egy élményborászat. Na, ezt a kifejezést még nem hallottam. Milyen időt futottunk? Sziasztok! 60 perc alatt értetek ide. Az jó? Igen. 40 percetek van szétnézni, és ennyi. János körforgalom, és a harmadik kijárónál megyünk ki jobbra. Babarczi Pince, Győrúj barátom. Új állomásai vagytok a rallinak. Mi lesz ennek a hozadéka? Mit vártok tőle? Hát bízunk benne, hogy most akik itt részt vettek, megismertek minket, és elmondják, hogy itt jártunk Pannonhalmán, és képzeljétek, megismertünk egy új pincészetet, és azt mondják, hogy igen, őt merem ajánlani. Nagy radára. Cézár pincészet hasonlóan nagyszerű és gyönyörű. Kis híd előtt balra. Stop tábla jobbra. Gyerekek, én már nem hiszek nektek, adjátok ide ezt az itinet. Sziasztok. Elmentek játszani plusz egyet. Plusz pontszámokat is megkaptuk, ugye? Tugó dobálás. Igen. Azzal kellene kezdeni, utána ebéd, vásárlás, nézetek. Nagyszerű, köszönjük szépen! Sziasztok! Hello! Az újdonság az, hogy mi építkezünk itt hátul egy 3000 négyzetméteres üzemet, palackodót és raktárhelyiségeket, amire már nagyon vártunk, és ez szuper. Nem lesz a szállítási költségek, meg a gond. Így legalább több pénzt tudsz ránk költeni. Én rengeteget töltök rátok. Rengeteget. Mindjárt 50 méter körforgalom, egyenesen megyünk ki belőle, 200 méter helységjelző tábla, és aztán balra is megérkezünk a Borbély családi pincészethez. Na, ez az a hely, ahol még biztos, hogy nem jártunk. Csodálatos a környezet, elképesztő festői. Milyenek a hegyek? Azt mondanom, hogy én már voltam itt, de nem. De nem. Olyan helyekre jutunk el, amit egyébként önállóan talán nem is látogatnánk meg, hiszen eldugott pincészetek vannak, ahol a csodálatos borokat és ételeket tesznek elénk, és ezért már megéri eljönni. Szeretnénk megköszönni, hogy részt vehettünk ebben a családi idillben, megkóstolhattuk a finom borokat, és egy okleveles gazember következik. Megmondom nektek őszintén, hogy ez a nap volt a legszebb nap eddig a tizenvalahány rali életében, mert ennyi gyönyörű helyet, ennyi virágzó tájat. És ennyi jó kedvet, ennyi nevetést, viccelődést, ez tényleg kiváló. Tényleg fantasztikus volt. Igen. Az az, hogy lehetett a háromszeget, ugye? Igen. És akkor nézzük, ejjj! Aki a... Wow! Hogy megy a célbadobás? Már kisgyermek koromban. Teljesen béna voltam a kislabdadobásban. Jaj, ott lesz az! Három!
megyünk Győrbe. Egyébként a Hotel Etóparkba fogunk lakni. Igen. És ma lesz a díjátadó. Díjátadó. Jézus, tényleg nem a harmadik napon. Na, Jani! Vele, mert megint mi vagyunk. Nagyon húzzál bele. Átlagosan mondva 18 ezer kilométer, 3600 versenyző. Nálam a legjobb kettőben volt az idei verseny, és bármilyen hihetetlen, a legrövidebb táv, sőt, pincészetekben is a tavalyi 24-es szemben 17 plusz 1, mert volt egy pálinkás is. Én úgy érzem, hogy hihetetlenül nem nekem kéne mondani, de azt hiszem, hogy elég, ha a versenyzők arcára nézünk. Hihetetlen jó buli volt. Ez egy túra. Autóval, boros területek, gasztronómia, borkóstolás, meg játékok vannak. Most kérek egy nagyon-nagyon nagy tapsot. A jó között is a legjobb. Mindig azon gondolkodom, hogy egy ilyen ünnep, amit itt is átéltünk, egy ilyen borralli, ha ezzel a kicsi dologgal, ha 10 gyerek vagy 20 gyereknek a havi ellátásával hozzá tud járulni ahhoz, hogy mi segíthessünk Afrikában, akkor én azt gondolom, hogy azt is el tudjuk mondani, hogy segítettünk 10-20-30 afrikai gyereket. Hát eljött a harmadik nap reggel is, és milyen jó, hogy már nem kell rohannunk. Nem bizony, mert nekünk már van egy kupánk. Ez az. Igen. De ez a Jánosnak köszönhető, mert amikor riportozni leálltunk, leállította a teljes forgalmat. Meg a Falko ötletének. Egyébként minden rendben van. Oké. Mi vagyunk a Csintevők és kész. Azt jutott az eszembe, hogy milyen jó, hogy vannak új helyek, amiket föl lehet fejezni, és milyen, hogy vannak régiek, mint ez a Pannonhalmi is, ahova már nem tudom, hanyatszor jövünk, és olyan, mint hogyha hazamennénk. Haza is megyünk, mert hogy ebédelni fogunk. Hát akkor Lilusom, itt ért véget a rally. Hát mi nem ért véget, mert itt vagyunk Pannonhalmán, ahol a hit, a bor, a kenyér, a búza, a békesség. Szerintem a minden egybe van. Így van. Remekül éreztük magunkat. Nekem immáron ez a harmadik rallim. De úgy érzem, hogy bár nehéz volt fokozni a hangulatot, ez az idei volt idáig a legjobb a háromból. Mind a programokat illetően, mind a társaságot illetően. Sikerült megszerezzük az utolsó helyezetnek járó kupát, és a rally hangulatát jól mutatja be az, hogy nem csak az első helyért, vagy a második, vagy a harmadik helyért jár kupa, hanem díjazza a verseny azt is, hogy milyen stratégiával és milyen taktikával dolgoznak az emberek. Ugyanis nagyon komoly stratégia és taktika kell ahhoz, hogy az ember a lehető legtöbb hibapontot gyűjtse össze úgy, hogy még ne essen ki a versenyből. Azt gondolom, hogy az üzleti életben egyértelműen az első helyre törekszünk, az informatikai piacon is. Ebben a versenyben ez egy jó poén volt, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy sikerült ezt a kupát megnyerni. Nagyon népszerű újításunk volt, hogy háromfős csapatok is indulhatnak, elég sokan éltek ezzel a lehetőséggel. Nagyon népszerű volt, hogy több időt hagytunk a pincészetekre, mindenki egy picit jobban körül tudott nézni, nem volt annyira feszített a tempó, úgyhogy azt gondolom további újítások is várhatók, ha és amennyiben sikerül még egyszer egy ilyen szép rallit összerakni. Vannak, akik 10-15 rallival dicsekedhetnek, neked ez volt a negyedik. Tehát az újkori történelemhez tartozol hozzá. Milyen volt? Nagyon érdekes voltak a kis pincészetek, amiket láttunk, és nagyon nagy örömmel fogadtak minket, nagyon-nagyon szép dolgokat, nagyon szép borokat tudtak bemutatni. Az pedig, hogy harmadiknak sikerült befutnunk, az csak egy boldogsággal tölt el. Ráadásul az a versenyzés és a sport mégse olyan verseny, ahol egymás ellen küzdünk, hanem egymásért küzdünk, hiszen itt nagyon sokat segítettek a többi társak is, és hát ebből ez jött. Gyorsan elment ez a három nap is. Persze, mert csak két napot versenyeztünk. Nem mondhatjátok, hogy nem mutatunk javuló tendenciát. Tavaly 82-ek voltunk, kivér 61-ek, és hogyha így folytatjuk, akkor... A 30. borral én tuti a dobogon leszünk. Hogy leszünk? Ennyi volt mára a Foci és Sport című műsor. Jövő héten Takács Tiborral ismét várom önöket. Viszontlátásra!